Egy szerencsétlen közúti baleset során a vétlen közterület felügyelők autója annyira összetört, hogy javíthatatlanná vált. Ezért a gyömrői önkormányzat egy másik autó vásárlása mellett döntött. Személyi sérülés történt? Szerencsére nem történt, ilyen szempontból szerencsés kimenetelű volt a baleset, inkább maga a helyzet volt szerencsétlen. Hányan végeznek közterületfelügyelői szolgálatot? Településünkön 3 közterületfelügyelő van, ők teljesítenek szolgálatot. Elég nehéz munkaidőbe beosztani őket, hiszen mindenki tudja, aki ilyen dolgokkal foglalkozik, hogy a élő erőnek megfelelő szabadságot és pihenőidőt kell hagyni. Ezért tartott önkormányzatunk kiemelkedően szükségesnek, hogy egy jó minőségű, korszerű, 4-kerék meghajtásos, ugye főleg ilyenkor télen nagyon fontos gépjárművet kapjanak, illetve megfelelő technika eszközökkel szereltük föl, kamerával, nagy felbontású kamerával és egyéb olyan háttéripari laptop és sorolhatnám, amivel tudjuk segíteni közterületfelügyelőink mindennapos munkáját. Platformok rendelkezésünk rának, legyen az elektronikus, digitális, illetve nyomtatott sajtó. Mindenhol a közterületfelügyelőink elérhetőségét közzétesszük. Gondolom majd itt is a szalagcímen látható lesz, bizalommal forduljanak feléjük, amennyiben tudnak segítenek. A váratlanul jött hideg milyen plusz kötelezettséget ró a közterület felügyelőkre? Igazából hasonlóan, mint nyáron, ugye az extrém időjárási viszonyoknak megfelelően kifejezetten figyelnek közterület felügyelőink a közterületek út minőségére, tehát hogy járdák takarítására, utcák, utcarészletek, közintézményeink és környezetének a balesetmentes megközelíthetőségére, illetve hogyha bárhol tapasztalnak olyan eseményt, lakost, járók előtt, hol ő érzékelik, hogy segíteni kell akár a hideg miatt, akkor akár beültetve a saját autójukba, vagy akár olyan helyszínre, hiszen van támogató szolgálatunk, melegedünk, nappali melegedünk, ilyen szempontból segít. Ennek a rászorultakon. A felszereltségében is különbözik a régitől. A rendőrséggel és a civil szervezetekkel kapcsolatos együttműködésről is kérdeztük a közterületfelügyelőt. Ugyanolyan jogkörrel rendelkezünk, mint a rendőrség, ugye? Nekünk is van a kényszerítő eszközeink, ugyanúgy bírságolunk, igazoltatunk, mint a rendőrség. Ugye ezzel a gépjárművel tudjuk ugye a rendőrök segítségét is igénybe venni, ők is minket igénybe tudnak venni, ha ne adj Úristen gépjárművük nincsen, akkor mi visszaállítjuk őket, tehát így közös szolgálatok alapján könnyebb a mozgás. Most ez a rendkívüli hideg milyen feladatokat ró önökre? Figyelni kell a lakosságra, tehát látunk útközben, hogy bárkivel elsik, elcsúszik, nincs letakarítva előtte, ugye akkor felszólítjuk először, hogy neki kell ugye nem letenni saját ház előtt az ingatlanát. Ha bárki elesik, akkor ugye segítünk természetesen, ha kell mentőt hívünk, vagy mi elviszük orvoshoz, vagy bármilyen apróbb segítségeket. Tejákat szoktunk néha osztani KHT-val együtt. Kevés ember szereti, ha felszólítják, önök ezt kötelezettségből mégis megteszik, hogyan veszik ezt a lakosok? Hát nem nagyon szeretik az emberek, ugye, mert azért ha bárkit felszólítunk, ugye a mai világban azt hiszi, hogy agresszióból csináljuk, holott ez ugye az ő kötelessége lenne, hogy azt ő a háza előtt, vagy a társával szemben ugye megtegye. Mi ilyenkor sajnos ugye felszólítással élünk, ha lehet, ha nem, mert van olyan törvény ugye kresszekben, amikor azt mondja, hogy nem lehet felszólítanunk, sajnos akkor büntetést kell kiszabnunk, ami sokszor nagyon nagy magas tétel. És hát ezzel az emberek minket nem nagyon szeretnek, de igyekszünk emberbarátok lenni. Hogyan fogadta az új autót? Kollégáimmal együtt örültünk neki, mert végig is ez egy kicsit modernebb, újabb, és mégis hát könnyebb vele közlekedni.